Magyarországon akár 2,5 millió mértéktelen ivó is lehet, azonban az alkoholfüggőség nem csak a kiemelkedően nagy mennyiségű ivást jelenti. Az alkohol megközelítőleg 8000 halálos áldozatot követel évente, a leszokás pedig épp úgy egy hosszú távú folyamat eredménye, mint a rászokás. Erről is beszélt a szerdai 35 perc című műsorunkban dr. Erdélyi Ágnes, a Sánta Kálmán Szakkórház orvosigazgató helyettese. Nagyon nehéz a mértéket megmondani, hogy mi az, ami nagyon soknak számít. Természetesen azért beszélünk valamilyen fajta számokról, ugyanis mindenkinek más, tehát mindenki a saját magához próbálja viszonyítani az ivási szokásaihoz képest, de azt mondjuk, hogy az számít soknak, amikor már függőség alakul ki, vagyis testi, illetve lelki függőség jelenik meg a rendszeres alkoholfogyasztástól. Ez már egy kis mennyiség rendszeres elfogyasztása után is kialakulhat, tehát hogyha valaki naponta mondjuk 2 sörnél többet iszik egy éven át minden nap, vagy valaki, mit tudom, egy 1,5 liter bornál többet iszik egy éven át minden nap, vagy 4 centiliter tömény italnál, akkor a szervezete függővé válhat az italfogyasztástól. Az orvosigazgató szerint a személyiség problémái, valamint az egyént körülvevő társaság is okozhatja, hogy valaki alkoholistává válik. Szerinte a fiatalok kiemelten veszélyeztetettek az alkoholfüggőség kialakulásában. De nagyon komoly probléma Magyarországon az alkoholfüggőség. Egyrészt a szemlélet, hiszen mindenki iszik, az alkohol az benne van a kultúránkban. Vannak helyzetek, amikor hozzátartozik egy kocintás, és ezzel nincs is semmi probléma. A probléma ott van, amikor ez nem csak, hogy mindennapossá válik, hanem amikor nagyon fiatalok kezdenek el rendszeresen alkoholt fogyasztani, vagy amikor valaki nem veszi komolyan azt, hogyha kontrollvesztő, tehát addig iszik, amíg már nem emlékszik rá, hogy mi történik vele, ez nagyon komoly egészségkárosodást vezethet a későbbiekben. Erdélyi Ágnes hozzátette, az első lépés lehet a szenvedélybetegség kialakulása felé, amikor valaki feszültségoldásra vagy a rossz közérzete javítására nyúl a pohár után, ugyanis a szorongásra és a feszültségoldásra gyors megoldást nyújtó alkohol hamar egy hétköznapi rossz szokássá válhat, és a folyamatos sóvárgás függőséget okozhat.